egyedül maradva se voltatok felszámolni. Szevasztok! Ezt a lenyűgöző Technatool Nova Viking, vagy angolosoknak Viking osztopos fúrógépet szeretném bemutatni nektek. A videó első részében jönnek a technikai adatok, a másodikban ki is próbáljuk. Tartsatok velem! A Technatool egy nálunk kevésbé ismert, de egyébként jó nevű új-zélandi szerszámgépgyártó. Az 1956-ban alapított családi kézben levő vállalkozás 1980 óta gyártja Nova márka nevű termékeit. Elsősorban faesztergályiról és tokmányairól híres. Több innovációs díjat is nyertek. A gyártás ma már Kínában folyik, de ott saját tulajdonú gyárat és kutatófejlesztő részleget üzemeltetnek. 2016-ban jelent meg a Nova Voyager nevű nagy digitális vezérlésű osztopos fúrójuk, ezt követte később a kisebb unokaöcs, a Viking, annak van osztopos és asztali változata is. A gép összeszerelése egyszerű és problémamentes volt, hiszen gyakorlatilag összeszerelve érkezett. A felállításnál vigyázni kell, nagyon fejnehéz, nem árt segítséget igénybe venni, nehogy elbillenjen. A legnagyobb kihívás a tokmány kulcs tartó helyének a megtalálása volt, erről nem esik szó a kezelési útmutatóban. Jó fél óra eredménytelen keresgélés után videós segítséget kellett igénybe vennem, egy YouTube videó alapján találtam meg a helyét. Angol és német összeszerelési és használati útmutatót kaptam, illetve ez a neten is elérhető. Hát, őszintén szólva, láttam már jobbat, elég szűkszavú, kicsit hiányos, néhány kisebb hiba, elírás is van benne. A gép szépen csomagolva, már-már túlzóan lezsírozva érkezett. A fúrógép maga szó szerint emberes méretű, 182 cm magas és 92 kg. Az asztal és a tokmány maximális távolsága 77 cm, a tokmány és a talp távolsága pedig 128 cm. A gép a neve alapján 16 incses méretű, ami bő 40 cm-t jelent, a manuál szerint ez a swing, kilengés mérete. Sokat gondolkoztam, hogy ez mi a csuda lehet, mert ilyen méretet sehol sem tudtam mérni a gépen. A német manuál segített, ahol fele ekkora szám volt megadva, ami meg is felel a tokmány oszlop távolságnak. Tehát a swing, mint ahogy később utána néztem, az orsó közép oszlop távolság duplája, kétszerese. Vagyis ekkora, esetünkben 40,5 cm átmérőjű munkadarab biztosan aláfér. Úgy tűnik egyébként, hogy ez a normál angol szász méretmegadás. Érdekes logika, nekem mondjuk egy 8 inch overhang logikusabb paraméternek tűnne. A gép masszív fém talpon áll, amit még le is lehet csavarozni a padlóhoz. Ezt érdemes lehet megfontolni, mivel a magas súlypont miatt erővel azért ki lehet billenteni az egyensúlyából. Közel 8 cm-es acéloszlop a gép gerince, ezen van a 32x32 cm-es síkba köszörült öntvény munkaasztal. Közepén egy műanyag inzert van, az asztal függőlegesen egy sima fogasléces kurbis emelőművel mozgatható, és egy gyors szorítóval lehet nagyon stabilan rögzíteni. Az asztal az oszlop körül 360 fokban körbeforgatható. Egy másik gyors szorító oldása után az asztal a tengelye körül is körbeforgatható. A vízszintes síkból pedig plusz-minusz 45 fokban dönthető ki. Ehhez viszont már két csavart is meg kell lazítani. A nagyobb hatlapfejű csavarhoz kapunk egy praktikus, mágnessel rögzíthető 24-es kulcsot, de a kisebb 13-ashoz nem. Szerencsére ezt imbusz kulcssal is lehet oldani, abból hármat is kaptunk. Sajna ehhez egyik sem jó. Nézzük csak meg a manuálban, mekkora imbusz kulcs is kell. Hát, csak azt látjuk, hogy milliméteres. Én most az asztalt nem döntögettem, elég pontosnak tűnik a beállítása. Vezetővonalzó vagy valami satúféle nem jár a géphez. Gyártanak egyébként szép alustellert hozzá, külön meg lehet venni, úgy 100 euró körüli pénzért, ez nem fér bele az alapárba. Nem meglepő módon felül van maga a fúrógép, melyet a nagyméretű 230 voltos, 750 wattos reluktancia motor dominál. Mérete alapján ez nem kínai 750 watt remélhetőleg.
A Nova gépek hírnevét részben ezek a digitálisan vezérelhető reluktancia motorok alapozták meg. Nagyon korszerű villanymotorfajta, ilyesmit használnak például a Teslában, meg a többi korszerű elektromos autóban. Jellemzője a csendes, takarékos működés, terhelés követő a fogyasztása, és nagyon nyomaték a minden fordulaton. A terhelés érzékelés lehetővé teszi a vészleállítást is hirtelen elakadás esetén. A digitális fordulatszámszabályozás és az így lehetővé váló direkt hajtás egyrészt simább, halkabb futást jelent, másrészt nincs szükség az égszí áttételekre, sem a cserélgetésükre, fordulatszámváltáshoz, sem az általuk elfoglalt helyre. Így előre-hátra irányba a helyigényt csak gyakorlatilag a orsó túllógása határozza meg. A géptest szemből nézve jobb oldalán van a főkapcsoló és a biztosíték, talán még egy reszettelhető önkioldó, erről nem tesz említést a manuál. És hát ilyet fúrógépen még nem láttam, ezen USB csatlakozó is van, nem csak telótöltéshez, hanem itt tudjuk a firmware update-eket megcsinálni. Jobb oldalon található szintén a nagyméretű, háromágú, manuális mozgatókar, nagyon finom, kotyogásmentes, kellemes erővel mozgatható, a kéz jól elfér a géptest mellett, tengelyén egy mechanikus, szorítógyűrűs fúrásmélység határoló található. Végre nem a kis Bosch pedálos Moszkvics kormánykerekét kell tekerni. A főorsó munkaútja 114 mm. Bal oldalon a kezelőszervek német nyelvű leírása és az adattábla, amelyből a kínai gyártás nem, csak az importőr kiléte derül ki. Az, hogy Kínában készült, ami önmagában persze nem baj, csak a csomagolási jegyzék írás jeleiből következtethető ki. No, hát lássuk a kezelőszerveket, kapcsoljuk is be a gépezetet. No, E mint error, ez valami hibajelzés lesz, szól a vészcsengő. Se baj, megnézzük a manuálban, mit is jelent. Egy ilyen komplex gépet nem nyomogatunk, csavargatunk össze-vissza, hát ha gyári hibás, vagy én raktam valamit rosszul össze. Sajnos a manuálban ilyen hiba nincs. Aztán beugrik, talán a vészleállító nyomógombja marad benyomva. A nagyméretű vészleállító mellett van még egy biztonsági felszerelés, legalábbis az európai piacra szánt modelleken, a kihajtható tokmányvédő vagy tokmánytakaró plexi. Kihajtott állapotban nem indítható a motor, kis felkiáltójel figyelmeztet erre. Nem tőlem hallottátok, meg persze tilos is, de könnyen meghekkelhető a csatlakozó érintkezőinek rövidre zárásával. Erre egyébként nincs is szükség, menüből is leállítható a védelem, persze a manuálban ez nincs benne, de a nyitott ajtóval csinálunk egy gyári visszaállítást, akkor az első becsukásig kikapcsolódik ez a védelem. Egy szép nagy digitális displayt kapunk a pénzünkért, aludta egy fólia tasztatúrás kezelőfelület és egy nagyon finom járású forgató gomb. Motorindító, motorleállító gomb, fordulatszámszabályozó, nullázó és okézó, valamint törlés és display gomb. A display alapból a fúrás mélységet mutatja, menüben állítható, hogy milliméterben, inchben vagy 16 inchben szeretnénk látni az értéket. A fordulatszám változtatására átugrik a fordulatra, aztán visszaáll alaphelyzetbe. A display gombbal tudjuk állítani, hogy a fúrás mélységet, a fordulatszámot vagy a motor terhelést szeretnénk alapállapotban látni. Indítsuk el. A fordulatszám 150 és 3000 között szabályozható fokozatmentesen. Szépen halkan egyenletesen jár, illetve menüben, szóval menüben a maximális fordulatot 5000-re emelhetjük, a manuál szerint legalább is. A valóságban ez az érték 6000-es fordulat. A fúrás mélységet a választott mértékegységben a felső ütközési ponttól méri,
de a munkaút alatt bárhol a zéró gomb nyomásával nullázhatjuk az értéket. Ebben az esetben lefelé is és fölfelé is ettől a ponttól kezdve méri nekünk a távolságot. Nem csak a nulla pont beállítására van lehetőség egyébként, hanem a mérés pontosságát is tudjuk korrigálni, egy etalonhoz igazítani, amit én meg is tettem egy tolómérő segítségével. Az egyik különleges feature a fúrásmélység, digitális fúrásmélység határoló. Beállíthatjuk a kívánt fúrásmélységet, és azt elérve a motor automatikusan megáll. A beállításhoz használhatjuk a középső tekerőt, lenyomva 5 mm-enként, normálisan 1 mm-enként indul, a confirm gombbal elfogadjuk, és akkor a gépet elindítva vizuális és hangjelzést ad, ahogy közeledünk az értékhez, és a beállított értéket elérve meg is áll a fúró. Nem csak, hogy megáll, hanem menüből beállíthatjuk, hogy az érték elérésekor mit csináljon. Lehet választani azt, hogy csak megáll, lehet választani azt, hogy a nulla pontig visszafelé forog, vagy lehet azt választani, hogy 3 másodpercig forog visszafelé. Ez az alapbeállítás egyébként. Gyors beállításra is van lehetőségünk. Nem kell a tekerentyűt csavargatni, hanem a kívánt értékre mozgatva a orsót egy hosszanti gombnyomással el tudjuk fogadtatni azt az értéket. Ez egyébként csak egy digitális funkció, tehát csak a motort állítja meg, mechanikai stoppot nem aktivál. Kikapcsolni a gomb nullára forgatásával lehet valahogy. Így. Másik érdekes funkció az automata indítása, a self-start. Ekkor a kart lehúzva egy 5-6 mm után a fúró magától elindul, majd nulla pontra visszaengedve megáll. Az autó startot és az autó stoppot persze tudjuk kombinálni is, ilyenkor a kar mozdításával elindul a fúrógépünk, és a beállított mélységnél megáll. Visszaforog. Ez alapján nem meglepő, hogy visszafelé is tud forogni a tokmányunk, fordított motorirány is van. Ezt a rev gombbal tudjuk aktiválni. Ebben az esetben fordított irányba kezd el forogni a tokmány. Ez jól lehet a fúró kiemelésénél, vagy balmenetes fúrószárnál, vagy menetfúrásnál, vagy mit tudom én. Utolsó gombunk a világítás kapcsolója. Ez egy állítható kislámpát és 2 ledet kapcsol be. Bizonyos országokban, például az USA-ba szánt modelleken van lézeres hajszálkereszt is, az EU-s modelleken nincs. Az említett menüfunkciókat bizonyos adott billentyű kombinációkkal lehet elérni, állíthatjuk a mértékegységet, a mélységhatároló viselkedését, kikapcsolhatjuk a hangjelzést, szabályozhatjuk a mélységmérőt, és visszaállíthatjuk a gyári beállításokat. Még egy klassz funkció, a bekapcsoló gomb, indító gomb hosszanti megnyomása elektromos motorféket kapcsol be 30 másodpercre, így ha gyors záras tokmányunk lenne, azt nagyon klasszul meg tudnánk húzni, hiszen a motor fékezi a főorsót. Sajnos alapból ezt a funkciót nem tudjuk kihasználni, hiszen egy jó minőségű, de hagyományos kulcsos tokmányt kaptunk a géphez. 1-től 16 mm-ig foghatunk bele fúrószárat. A főorsóhoz, illetve hát esetünkben az egyetlen orsóhoz egy szabvány 2 mm-es morzekuppal kapcsolódik. A tokmányt és a tengelyt nekünk kell összeütni, a morzekupp behelyezésekor figyelni kell, hogy a kis nyelve megfelelő irányba álljon. Az orsó 60 mm átmérőjű,
abszolút kotyogásmentes érzetű, a gyári tűrése 200 mm, a munkaútja pedig 114 mm. Az orson kialakított résen keresztül lehet a géphez kapott kis ékkel a tokmányt kiütni. Ennyi volt az első rész, a gép bemutató, a műszaki adatok. Hamarosan jelentkezem egy kis gyakorlati teszttel, és valamiféle értékítélettel is.